Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Manchesteri Egyetem közös publikációja alapján készített beszámoló lesz a mai Novum talán legkülönlegesebb egészségügyi témája. Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. A kutatásban az Egyesült Királyság biobankjára támaszkodva 117 ezer résztvevő adatait elemezték a kutatók. A szabadon hozzáférhető publikációban összefoglalt eredményeket hamarosan megmutatjuk Önöknek is. Multimorbiditás. A 250 legfontosabb betegség közti kapcsolatok kerültek fel a betegség térképre. Találd fel magad. Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia következő fordulóját. Magyar Innovációs Hét. Egy hét alatt 10 rendezvény a Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében. A nőkért és a tudományért. 22. alkalommal egy fizikus, egy gyógyszerész és egy kutatóorvos kapta a L'Oréal és az UNESCO közös elismerését. Önök hallottak már a betegség térképről? Ez a különböző betegségek együttjárását mutató térkép. Az elektronikusan elérhető úgynevezett multimorbiditási térkép, amely a Semmelweis Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, valamint a Manchesteri Egyetem részvételével készült, 250 különböző egészségügyi probléma közötti kapcsolatokat mutatja. Mindemellett pedig immár a depresszió társbetegségeinek időbeli mintázatára is választ kaphatunk belőle. A Semmelweis Egyetem, a BME, illetve a Manchesteri Egyetem együttműködése révén 7 éve született meg az akkoriban úttörőnek számító betegségtérkép első változata, mely rávilágított a 250 leggyakoribb betegség közötti kapcsolatokra. Ennek a háttere egy klinikai megfigyelés, mely szerint a betegeknek nagyon sok esetben nem egy betegségük van, hanem akár több betegség is. És ahogy a kutatási módszerek javultak, egyre komplexebb adatokat tudtunk elemezni, ez egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem a véletlen műve, hanem olyan biológiai folyamatok állhatnak a háttérben, amely többféle betegséghez hozzájárulhat, illetve olyan egyéb rizikótényezők, amelyek több betegség kialakulásához vezethetnek. A kutatások pedig azóta is folytak, és immáron előrelépést jelenthet az az elemzési szemlélet, mely a depresszióra fókuszálva képes annak figyelembevételére, hogy egy adott betegnél a különböző társbetegségek milyen életkorban jelennek meg. A depresszió az egy sajnos gyakori betegség, és nem csak egy egyszerű rossz hangulattal járó állapot, hanem egy súlyos szenvedést okozó, tulajdonképpen több tünettel jellemezhető betegség, amelynek a teljes kezelése még ma sem megoldott. Ugyan vannak gyógyszereink, és nagyon sok betegen tudunk segíteni a gyógyszerekkel, illetve pszichoterápiával, de még ma is vannak megválaszolatlan kérdések, hogy lehetne ezt jobban csinálni. A projekt keretében a szakemberek 1,2 millió európai résztvevő betegség adatait elemezték. Az általuk azonosított csoportok genetikai és egyéb rizikótényezőit vizsgálva. Nyilván vannak olyan betegségek, amelyekről már régebb óta tudjuk, hogy depresszióval gyakran előfordulnak. Első körben említeném a más pszichiátriai problémákat, például a szorongást, ez nyilván a mi adatunkban is megjelent. Ezen kívül sok olyan testi betegség van, amelyekről részben tudtunk, például a szív-érrendszeri betegségek, vérnyomás problémák például, gyomor-bélrendszeri betegségek, a reflux betegség, amelyek viszonylag ismertek, és a betegek is gyakran panaszolják. De vannak olyan betegségek, amelyek most a mi kutatásunk kapcsán kerültek előtérbe, például bizonyos légzőszervi betegségek, aszma, amelyek azért nincsenek benne annyira a köztudatban. Thank you.
Mindemellett 7 alcsoportot is sikerült elkülöníteni. Találtunk 4 olyan alcsoportot, ahol viszonylag jobb állapotúak a résztvevők, viszonylag kevesebb betegségük van, és ezek a betegségek inkább csak idősebb korban jelennek meg. Összességében azt láttuk, hogy ezek genetikailag olyan variánsokat hordozó alcsoportok, ahol az immunrendszer működése előnyösebb, nem alakulnak ki gyulladásos folyamatok olyan könnyen. A másik 3 alcsoportot pedig az jellemezte, hogy ott jóval több betegséget láttunk. A kutatás alapját a UK Biobank adta. A UK Biobank 2013 óta egy benchmark, egy meghatározó adatbázis, amit a világ nagyon sok kutatócsapata használ, és mi is használjuk ezt. Ezt 2000-től fogva építették, 2010-től töltötték fel résztvevőkkel, és ezt több elemzésben használtuk. Emellett pedig finn, katalán és német adatbázisokat is használtak a kutatók. Egy igazi kooperáció zajlott, amelyben a módszert azt kifejlesztettük, teszteltük és átadtuk a partnereknek, akik lefuttatták, és egy bizonyos kivonatolt adatot adtak vissza a saját adataikról. Tehát ez egy nagyon érdekes kutatás volt abból a szempontból, hogy nem jött létre egy centralizált adatbázis, nem kértük el mindenkinek az adatát, ami adatvédelmi, egyszerűen adatkezelési problémákat is behozott volna, hanem mindenki maga elemezte és adott át egy elégséges információt az adatelemzéshez. A módszertan továbbfejlesztik a jövőben, így még közelebb kerülhetünk a depressziót okozó folyamatok megértéséhez. A mezőgazdászokat segítő magas légköri ballontól a kéz rehabilitációját támogató robotig káprázatos találmányok százaival ismerkedhet meg az, aki nyomon követi az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. A verseny indulóiban pedig nem csak az a közös, hogy minden bizonnyal sokat hallunk még róluk a jövőben, hanem az is, hogy bármilyen hihetetlen, de még csak középiskolások. Ez egy úgynevezett magas légköri ballon, ami földmegfigyelést végez. A műholdakhoz képest jóval nagyobb felbontásban készít felvételeket, a drónokhoz képest pedig hosszabb ideig figyelhető meg vele a terület, és jelentősen olcsóbb is ez a technológia. Ez egy körülbelül 2 négyzetkilométerről készült fénykép, amely már a multispektrális és a látható fény tartományában készült adatokat is tartalmazza. Ezen a képen az az egészséges növényzet, amely minél zöldebb. Itt például elkülöníthető egy olyan terület, ahol nincsen egyáltalán vegetáció, egy olyan területtől, ahol viszonylag gazdag növényzet van. A felvételekről például megállapítható, hogy melyik facsemete egészséges, és melyik kevésbé. Ráadásul mindennek a pontos helyét is meg lehet határozni anélkül, hogy a gazda hosszú órák alatt terepszemlét tartana. A továbbfejlesztett változat képes lesz egy húzamban 100 napig a levegőben maradni. A ballon a legutóbbi repülés során 600 gigabájtnyi fényképet készített. Ennek részben az az oka, hogy a képek a lehető legnagyobb felbontásúak, semmilyen tömörítési eljárás nem alkalmazott, illetve az is, hogy nagyon sokáig készültek ezek a képek, nagyon gyakran. Ennek köszönhetően természetesen rengeteg kép készült ugyanazokról a területekről is, azonban mind másik irányból, más megvilágítással, és így ki lehet választani azt, amely a legjobban alkalmas a megfigyelésekre. Fontos még megemlíteni, hogy ezek a képek, amelyek elkészülnek, térképre helyezhetőek, tehát amilyen információ látható rajtuk, az mind geolokációhoz köthető, tehát meghatározható egy adott területen, hogy pontosan hol is kell beavatkozni, hol van probléma adott esetben. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia hazánk legbátrabb és legkreatívabb középiskolásait célzó versenye. A szakértőkből álló zsűrit a fiataloknak egyszerre kell meggyőzniük tudománykommunikációs képességeikről és találmányuk eredetiségéről, sőt, akár annak piacképességéről is. Ez egy tanulmányi verseny, miközben céges logikában önfejlődésen megyünk keresztül együtt. Tehát a hallgatóknak havonta újabb és újabb előrehaladásról kell beszámolni. A másik része, hogy megalapozottá kell tenni, ha működik, hogy ebből lehet-e valamilyen típusú üzletet csinálni, vagy ebből lesz-e valami tudományos eredmény. Mint ahogy Hegedűs Márton esetében lett, nem is akármilyen.
Miután a kémia ifjú nagymestere besöpörte az első helyet itthon, az Európai Unió fiatal tudósok versenyére kvalifikálta magát. A kontinens viadalon 37 ország versenyzői közül az előkelő harmadik helyig jutott, ráadásul külön díjával ő képviselheti Magyarországot az oszakai világkiállításon. Találmánya végeredményképpen egy molekuláris gépről szól, alapja pedig egy úgynevezett fotoreszponzív szupramolekuláris egység. Hogy megértsük, mit jelent ez, érdemes úgy tekinteni erre a molekulára, mint egy golyós csapágyra, ami ugye sok mindenre felhasználható. Lehet olyan golyós csapágyokat csinálni, ami az adott területre szükséges. Ezt ugyanúgy lehet alkalmazni, ezt az analógiát itt is. Tehát ez egy molekuláris gép, de ez egy pici egység. Tehát ez lehetne mondjuk egy molekuláris robotnak egy izülete, karja, valamint bele lehetne mondjuk valamilyen gyógyszerhatóanyagot csomagolni, és mivel fényhatására deformálódnak ezek a gyűrűk, ki lehet mondjuk lökni ebből a csomagolóanyagból, tehát lokalizált hatóanyag kibocsátásra is lehetne alkalmazni. Valamint nanotechnológiáról is beszélhetünk, tehát többet ebből a kis gyűrűkből egymás mellé lehet pakolni, és ilyen nanorudakat, vagy nanogömböket lehetne képezni, és ezek mivel fényhatására megváltozik a szerkezete, valahogy megmozdul, mondjuk optikai szenzorokban, vagy ilyen hasonló érdekes felhasználási területekben lehetne alkalmazható. A következő hazai verseny beharangozó rendezvényen találkoztunk ezzel a stroke-on átesett betegeknek készült eszközzel is. A sérült idegpálya regenerációját az applikációról működtetett robot segíti. Ez egy még prototípus applikáció, de nyilván ez is fejlődik, és ez az applikáció képes továbbfejlődni még. Kiválaszt rajta az ember egy adott módszert, amivel szeretné mozgatni a kezeit, illetve föltanítani újra. Ezt kiválasztja, majd elindítja, és azt a robot végrehajtja. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kiemelt célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok, a kutatói és innovációs életpálya iránt, és ennek fontos példája az OTIO támogatása, mondta Bódis László, a szakterületért felelős minisztérium helyettes államtitkára. Sokat beszélünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről arról, hogy fontos és stratégiai célunk a magyar kutatás és innovációs ökoszisztéma megerősítése. De erős kutatási ökoszisztémánk és innovációs ökoszisztémánk nem lesz tehetséges, és ezt a pályát választó fiatalok nélkül. Ez a magja, ez a középpontja a tevékenységünknek, és ezért is fordítunk kiemelt figyelmet és hangsúlyt az olyan kezdeményezések felkarolására, mint például a Tudományos és Innovációs Olimpia. Most érdemes tehát felcsapni a jegyzetekben őrzött találmány ötletét, hiszen ki tudja, miből lesz egy újabb világsiker. A lehetőség ugyanis ismét adott a nevezésre, amihez először egy rövid leírást várnak, melynek működőképességét továbbjutás esetén kell bizonyítani. Save the date, azaz mentsd el a dátumot, fordítható a Nemzeti Innovációs Ügynökség rendezvényének hívószava, amely szeptemberben egy egész hétre való programsorozatot kínált azok számára, akiket érdekel az innováció, akik motiváltak, és akik szeretnének a fejlődés érdekében másokhoz kapcsolódni. Create wonderful programs. Jonathan Medved, amerikai kockázati tőkés és befektető mesél Budapesten arról, hogy merre tart változó világunkban a technológia és az innováció. A Nemzeti Innovációs Ügynökség tematikus hetének Save the Date című nyitónapján a résztvevők előadásokon, workshopokon és panelbeszélgetéseken elmélkedhettek az innováció jövőjéről, a digitális transformáció kihívásairól, valamint az új piacok és üzleti modellek kialakulásáról. Számos országból hívtunk előadókat. Azokat az ökoszisztémákat néztük meg, ahol a legdinamikusabban fejlődött az innováció az elmúlt években, ilyen például Izrael, ilyen például Kelet-Ázsia, ilyen például Finnország vagy Észtország. Itthonról pedig azokat a szereplőket szólítottuk meg, akiknek meghatározó szerepe van az ökoszisztéma különböző részein magyar innováció előmozdításában, dolgozzanak ők a nagyvállalati szektorban, a kisvállalati szektorban, egyetemeken, kutatóintézetben, vagy éppen befektetőként. Olyanokat is meghívtunk, akik azt
nézik, és abban dolgoznak, és abban érdekeltek, hogy hogyan lesznek Magyarországon értékes, és a világpiacon is versenyképes startup vállalkozások, akikbe ők maguk is befektetni tudnak. Ez megint csak jó a magyar gazdaságnak, jó a magyar vállalatoknak, ilyen win-win szituációk és ilyen win-win együttműködések kialakítását ösztönözzük ezekkel a programokkal. A rendezvényre 50 külföldi és számos magyar előadót hívtak meg, olyan vállalkozókat, befektetőket, kormányzati képviselőket és akadémikusokat, akik arra törekszenek, hogy a kutatás és az innováció segítségével értéket teremtsenek. A rendezvényen bemutatták a Technológiai Transfer Company projektet, amely kapcsolatot teremt a magyar egyetemek és vállalkozások között. A programban 5 egyetem vesz részt, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Győri Széchenyi István Egyetem, a Semmelweis Egyetem és az Óbudai Egyetem. 5 intézménnyel közösen létrehozunk az egyetemek 100%-os tulajdonában lévő technikatranszfer cégeket. Mi szakmai támogatással veszünk részt ebben, adunk egyfajta mintát, és egy közös modellfejlesztéssel a tapasztalatokat utána összegyűjtjük, és a többi modellváltott egyetemnek, illetve nem modellváltott, de ipari kapcsolatokkal rendelkező egyetemnek ezt továbbadjuk. Nem elvárható nyilván az egyetemektől, hogy ezt rögtön professzionálisan csinálják, ez egész más management skilleket igényel. És tehát, hogyha eddig mondjuk egy konkrét képzési együttműködés volt egy vállalattal, ez a cég ez segít felfedezni azt, hogy milyen egyéb együttműködési lehetőségek vannak kutatásfejlesztés terén, ipari megbízások terén. Tehát programszerű együttműködésket tárgyal le. Gyakorlatilag egy sales house-ként működik, tehát felméri, hogy mi az, ami most rossz értelme értékesíthető tudás az egyetemen, és azt nyilván úgy, hogy a vállalatok is jól járjanak, az egyetem is jól járjon, értékesíti. De a nap végén az egész Magyarország jól jár, hiszen magas hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások jöhetnek létre. A tudástranszfer közös nyelvét nem csak az egyetemeknek, hanem a kis és középvállalkozásoknak is érdemes megtanulni. Egy kutatás alapján ugyanis azok a vállalkozások, akik foglalkoznak innovációval, 31%-kal kevesebbért fizetnek a munkavállalóiknak, és 58%-kal hatékonyabban működnek. A rendezvényen éppen ezért szó esett a sikeres startup építésről, az innováció méréséről, a startup ökoszisztéma kiépítéséről és az európai innovációs gyakorlatokról. A résztvevők tájékozódhatnak azokról az innovációs és technológiai trendekről, amik a jövőnket meghatározzák, emellett, és talán az az egyik legfontosabb, beszélgethetnek, partnerekre lehetnek, és együttműködéseket alapíthatnak, hozhatnak létre. Talán ez a legnagyobb hozzáadott értéke ezeknek a rendezvényeknek. Éppen a mai rendezvényünk kulcs előadója John Medved is arról beszélt, hogy akkor lehet sikeres egy innovációs ökoszisztéma, akkor lehet sikeres egy ország, ha szorosra fűzi az együttműködéseit azokkal az országokkal, amelyekkel egyébként is stratégiai partnerségben van. Ezen dolgozunk, ezért hoztuk létre hagyományteremtő jelleggel a Hungary Innovation Week-et, hogy ezeknek az országoknak, ezeknek a partnerországoknak a szakemberei ide jöjjenek Budapestre, és itt olyan új együttműködések, olyan új partnerségek alakuljanak ki, ami jó külföldi partnereink számára, és jó a magyar vállalati szektor számára egyaránt. A legnagyobb presztízzel rendelkező hazai tudományos elismerés, amelyet az idén 22. alkalommal adtak át. A díjazottak minden esetben nők és fiatalok, mert kitétel, hogy csak 40 év alattiak kaphatják meg. A 3 díjazott hölgy kiválasztásában pedig a Magyar Tudományos Akadémia is szerepet vállalt, ami szintén a díj súlyát mutatja. Az elismerések átadására a szokásos ünnepélyes körülmények között került sor. Egy a maga nemében különleges díj, amely a nőkről és a tudományról szól. Ez egy nagy kaland nekünk is, a zsűri tagjainak is. 5 vagyunk, mint az 5 a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai, és mind az 5 a zsűri ülés után, amikor eldöntjük a díjazottak személyét, olyan jó érzéssel állunk fel, és állapítjuk meg, hogy
ugye a tevékenységeink közül ez az egyik legjobb. Dr. Turiák Lilla már a családból hozta a tudomány szeretetét, édesanyja is egyetemi professzor. Természetesen egy nagy példakép számomra, úgyhogy igen, az nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha én is sikeres kutató lennék. Nyilván ugye én a hallgatókkal kevésbé találkozok, ő nagyon sokat oktat, és egy nagyon jó oktató. Én nekem több időm van cserébe a kutatással foglalkozni, úgyhogy szerintem azért nem összehasonlítható teljesen a két életút, de az biztos, hogy mindig is egy nagy inspiráció volt számomra, főleg az, hogy azért a családra így mindig maradt ideje a munkája mellett, ami tényleg nagyon nagy szenvedélye. Ha már család. Dr. Borbély Éva 3 gyerek édesanyja. De mikor lesz egyetemi professzor? Hát ez majd kiderül a jövőben, reméljük, hogy nem olyan sokára. Azért nyilván még van néhány olyan tudományos paraméter, amit teljesíteni kell, de nincs annyira messze. A következő kérdés abszolút komolytalan, csak azért született, hogy dr. Pápa Zsuzsanna is belemosolyogjon a kamerába. Bal vagy jobb kézzel kezeli a számítógépes egeret? Bár balkezes vagyok, a számítógép egerét a jobb kezemmel használom. Ezek után most már tényleg jöjjön a komoly tudomány. Annyit előzetesen elárulhatunk, hogy műsorunkban még találkozhatnak majd a most díjazott kutatókkal. Rövid fényfelvillanások és fémek kölcsönhatásait vizsgálom, tehát azt vizsgálom, hogy mi történik a fényekkel, hogyha ilyen rövid fényfelvillanásokkal megvilágítjuk őket. De ezek nem akármilyen fémek, hanem fém nanorészecskék, illetve fém vékony rétegek, tehát a méretük az, ami nagyon különleges, mégpedig azért, mert a méretük az a hajszál vastagságának akár a század vagy az ezred része is lehet. És hogy ezek miért érdekesek? A fém nanorészecskék azok képesek arra, hogy ezeknek a fényfelvillanásoknak az energiáját a saját környezetükbe koncentrálják, oda összegyűjtsék, tehát ezzel például a napelemek hatékonyságát lehet növelni, illetve a másik fókusza a kutatásomnak az az, hogy az információ továbbítást, illetve a számítástechnikai eszközöket felgyorsítsuk fény alapú megoldásokkal, és ehhez lehet fontos az, hogyha fém vékony rétegeket világítunk meg ezekkel a gyors fényfelvillanásokkal. Ugye időskorban nagyon sok betegség jelenik meg, sokszor egy időben ugye a betegeknél, a krónikus fájdalom, a memóriavesztés, a szorongás, a depresszió, a csont problémák, vagy mozgáskor koordinációs problémák, és ezek legtöbbször egymást rontó tényezőként tudnak fellépni, és ez azért van, mert ezeknek a folyamatoknak közös agyterületek a szabályozói, és ezeken az agyterületeken vannak olyan hírvívő molekulák, amiket, hogyha földerítünk, akkor ezekre hatva olyan gyógyszereket lehetne fejleszteni, ami több betegségben is hatékony lenne egy időben. Tüdő- és prostatarák kutatásával foglalkozom, és kutatásunk legfontosabb kérdése, hogy azt megérthessük, hogy a tüdődaganatos betegek mintáinak vizsgálatán keresztül, hogy a bennük megváltozó fehérjékhez kapcsolódó módosulások képesek-e előrejelezni azt, hogy bizonyos betegek egy adott terápiára jól fognak reagálni, vagy kevésbé. Hosszú távú célunk ugye az lenne, hogy esetleg ezt egy vérvétellel meg tudjuk állapítani, és ugye hát a tüdőráknál nagyon fontos az időfaktor, hiszen ugye nagyon sok esetben nagyon gyors lefolyású ez a betegség, ezért úgymond nem veszthetünk időt egy olyan terápiára, amiből nem származik előnye a betegnek, és ezért minél fontosabb lenne, hogy a legmegfelelőbb terápiát kapják egy minél korábbi időpontban. Én a zsűri elnöke vagyok 22 éve, és minden évben elénk kerül 30-40 fiatal kutatónő, és egyik jobb, mint a másik. Egy fürdőzés a fiatal, tehetséges pályákba, kezdőpályákba, és aztán van, aki már pár évet már eltöltött a pályán, tehát már eredményes, és ez valami olyan jó érzés látni, hogy újabb és újabb generációk jönnek a tudományba, akik okosak, ambiciózusak, tehetségesek, eredményt, felfedezést akarnak, megismerést akarnak, és történetesen nők.
atomoktól a csillagokig. Közérthető fizika nem csak középiskolásoknak. Ezzel a mottóval indult útjára 20 évvel ezelőtt az ELTE ismeretterjesztő sorozata, amelynek egyik rendezvényére mi is ellátogatunk a jövő héten. Mára búcsúzom, előtte azonban felhívom figyelmüket, hogy adásainkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, minden más fontos információt pedig megtalálnak a képernyő alján. Viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.